Most mérnökversenyről, konstrukciós mérnökversenyről fogunk beszélgetni, a Formula Student Eastről, méghozzá azt fogjuk tudakolni, mi történt itt a Hungaroringen. Gyakorlatilag átültetették a gyakorlatba az elméleti tudást a mérnök hallgatók is. Dáviddal, a jármű mérnökök egyesületének elnökével váltunk pár szót. Jó reggelt kívánunk! Jó reggelt, sziasztok! Na nézzük, mi ez az esemény? Miről van itt szó ilyenkor, amikor szerveződik egy ilyen? És hányadik? Rögtön azt is megkérdezhetjük. A Formula Student az egy nemzetközi konstrukciós mérnökverseny, ahogy ti is elmondtátok. Mi Magyarországon, ha jól számolom, 10. alkalommal rendeztünk ilyen versenyt. Egyébként Amerikából indult a 80-as évek közepén, körülbelül Európába a 90-es évek végén érkezett meg a sorozat. És hát autóipari témáról van szó, úgyhogy a 2000-es évek elején Németországba került ennek így a hangsúlya, mi pedig 2010 óta rendezünk ilyen eseményeket. Ez mindig autóipari esemény? Tehát autóipari mérnökök próbálhatják ki magukat, és kísérletezhetnek, ültethetnek át gyakorlatból olyan dolgokat, amiket korábban kitaláltak? Eredetileg igen, ez a spektrum úgy egyre inkább szélesedik a bevont technológiáknak köszönhetően. Ugye itt arról volt szó, hogy az egyetemen megszerzett elméleti tudás az nem mindig kamatozott jól az első években az iparban. Ez már a 80-as években is probléma volt, és hát mi lenne jobb kipróbálni a gyakorlatban azt, amit tanultak, hallgatók, mint sem építeni egy együléses versenyutat, és azzal versenyezni utána. De ahogy ezt előbb említettem, azóta megjelent például az elektromos hajtás, ez nagyon sok villamosmérnököt bevont erre a területre, illetve 2018 óta önvezető kategóriánk is van, mint ahogy ez ugye megjelent az autóiparban is, mint trend, és ezáltal informatikusok, szoftveres területek is egyre inkább bevonódnak. Illetve hát egy ilyen csapatnak a fenntartása ugye nem csak a műszaki tudásról, hanem szóval a menedzsmentről, illetve a szükséges anyagi források megszerzéséről is, úgyhogy ezek a területek is megjelennek. Világos, ilyenkor van több kategória esetleg? Tehát nem tudom, szoktunk látni ilyen legtöbbet futó, nem tudom, napelemmel hajtott autó, meg a leggyorsabb, legerősebb, nem tudom, hogy mik lehetnek. Ugye ez egy picit más, a Formula Student az alapvetően három kategóriát tartalmaz, ezt hajtáslánc szerint különítjük el. Ugye van a klasszikus belső égésű motoros autós, van az elektromos autós, illetve, hogy említettem, az önvezető autós kategória. Az önvezetőt leszámítva nagyjából ugyanazt kell teljesíteni mindegyik autónak, és azért mondjuk, hogy ez egy konstrukciós mérnök verseny, mert itt nem időre megyünk, itt alapvetően 1000 pontot lehet szerezni a versenyen, ebből 600 pontot úgy, hogy ténylegesen a pályán megy az autó, és 400 pontot pedig úgy, hogy különböző prezentációs versenyszámok vannak. A prezentációs versenyszámok közül az Engineering Design Event, ugye a műszaki tervezésnek a bemutatása a leginkább hangsúlyos, ahol a műszaki tudásról kell számot adni. De ezen felül van egy Business Event is, ahol a csapat köré épített teoretikus üzleti modellt kell gyakorlatilag pitchelni. Egyébként ebben a kategóriában tavaly Várkonyi Gábor is bírált nálunk, és mesélt is nálatok, hogyha jól emlékszem. Igen, párszor. És ezen felül pedig van a Cost and Manufacturing Event, ami pedig a gyártás közeliséget igyekszik behozni, ahol is ugye a gyártatóságról, illetve a költségtervezésről kell számot adni. Amikor pedig megy az autó, ezt egyébként megelőzi egy szigorú műszaki gépátvétel, amikor ellenőrizzük az autó biztonságát és szabályosságát. Akkor pedig van egy klasszikus gyorsulás, itt 75 métert kell megtenni minél gyorsabban, van egy skidpad, itt egy 8-as alapú pályán kell megtenni két-két kört a két oldalon, és itt az autók oldalgyorsulási képességeit ellenőrizzük. Van egy autocrossunk, ami Forma 1-es analógiával élve olyan, mint az időmérő, és van egy endurance, ahol 22 kilométert kell megtenni a közepén pilóta cserével, és ez pedig az autók megbízhatóságát és fogyasztását hivatott ellenőrizni. Ahogy mondtad, ugye egy pontgyűjtés folyik, mint a technikai versenyeken rendesen, meg hát Formula Student a neve, ugye ennek itt Formula Student East, vagy a Hungaroringen került megrendezésre, akkor gondolhatjuk azt, hogy van ennek több állomása, és ezek a srácok mennek egyik pályáról a másikra, és majd az összesített pontok alapján helyezések lesznek? Igenis, és nem is. Ahogy most beszélünk, Hockenheimben tart éppen a német verseny, viszont ezek között a versenyek között hivatalos kapcsolat nem feltétlenül van, tehát maguk az események függetlenek egymástól, viszont néhány versennyel szövetkezve fenntartunk egy világranglistát, ahol különböző súlyozással a versenyeken elért eredményeket összesítjük, és így év végére kialakul egy aktuális world ranking lista csapatok között. Egyébként ezen viszonylag jól állunk, mint magyarok, több mint 400 csapat van a világon,
és a magyar csapatok azok évek óta a top 25-ben benne vannak. Egyébként, hogyha látjuk azt, hogy jön valami új fejlesztés, vagy új módszer, vagy új stratégia, de ez nem feltétlenül csak műszaki lehet, akár lehet itt a üzleti tervben is valami innováció, vagy bármi, akkor erre figyeltek külön, hogy ezt védjétek? Hiszen itt azért megjelenik, és lehet, hogy az egyik csapat lelesi a másikét. Hát ugye itt verseny van, úgyhogy ez a fajta kíváncsiskodás, ez megjelenik a csapatok között. Itt ennek az érmének két oldala van szerintem. Az egyik az, hogy a Formula Student az egy nagyon-nagyon támogató és egymás segítő közeg, így a csapatok szívesen segítenek egymásnak abban, hogy ezeket a tudásokat úgy átadják, és tanuljanak egymástól. Ugyanakkor viszont vannak olyan esetek, amikor ki is kerül egy-egy termék, és egyébként nagyon örülünk az STNH partnerségének, hogy velük együtt tudjuk ezt a fajta tudást kommunikálni a csapatok felé, hogy ez a szellemi tulajdonvédelem is egy igen-igen fontos terület, főleg műszaki témákban. Egy példát, hogy említsek, nagyjából 5-6 éve az egyik csapatban terveztek egy olyan differenciálművet, amit azóta termékként lehet vásárolni, és szinte az összes csapat használja. Oh. És ez is ilyen módon került bele a köztudatba. Nagyon klassz. Az ugye nem idegen a srácoktól a szellemi tulajdonvédelme, amit beszélgettünk a Műszaki Egyetem képviselőjével, hogy ott megjelenik kurzusokon, hát többé-kevésbé választható módon ki milyen mélységig akar ebben részt venni. Tehát van ehhez ismeretük, fogékonyságuk, tisztában vannak azzal, hogy mivel jár egy fejlesztés, főleg, hogyha az tényleg egy valami új dolog. Hát igen, én is a Műszaki Egyetemen végeztem, azért a műszaki hallgatók hozzáállása a gazdaság és humanis magyar tárgyakhoz azért mindig kétes. Nyilván. Magyarországon ugye a kutatásfejlesztés az igen erős terület, úgyhogy ha mérnökként végez az ember, akkor nagy eséllyel kerül oda, ahol pedig ezek a témák igen-igen előkerülnek. Uh-huh. Hát én is tapasztaltam, és igen, ez egy olyan terület, ami a költségvetés limitációk mellett a fiatal mérnököket tudja frusztrálni, de hogyha belelát az ember jobban, akkor átérzi ennek a fontosságát, és látja azt, hogy milyen kihívások és érdekességek vannak ebben a területben. Oké, nagyon szépen köszönjük. Hát köszönjük, és sok sikert, még vagy 10 hasonló rendezvényt, vagy még 10x10-et, nem is tudom, mit kívánjak. Nagyon klassz a kezdeményezés, illetve ez már túl van azon, ugye már a többedik ilyen esemény, úgyhogy örülünk, hogy beszélgettünk. Szép napot neked. Én is örülök, köszönöm a lehetőséget. Kis Dáviddal, a Járműmérnökök Egyesületének elnökével beszélgettünk a Formula Student eseményről. A szellemi tulajdon kincset ér. Egy jó ötlet, már fél siker. Gondolkodom, tehát vagyon. A rovat támogatója a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala.